Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kell menni! Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Székely János Püspök atyát is itt a stúdióban. Kedves hallgatóink, hitünk legalapvetőbb összefoglalását a katolikus egyház katekizmusa nyújtja nekünk, és éppen ezért a következő hetekben a katekizmus cikkejeit vesszük Nagyító Lencse alá műsorunkban. Bár az elmúlt évek során a Mária Rádióban már voltak olyan hittanórák, amelyek alapjául a katekizmus szolgált, és azt hiszem, hogy ha a hit kapujában megszokott látásmóddal közelítünk a témához, akkor sok újdonságot, és talán, hát úgy is fogalmazhatnék, elgondolkodtató újdonságot fedezhetünk fel benne. Minden esetre remélem, hogy önök is pontosan így, ugyanígy fogják majd gondolni a műsorunk végén, és akkor fel is teszem az első kérdést Püspök atyának. A katekizmus első cikkeje Isten megismeréséről, annak módjairól, lehetőségeiről szól. Gyakran találkozhatunk korunkban azzal a kijelentéssel, hogy nekem nem kell az egyház, nem kell a szentírás, nem kellenek papok vagy azt is halljuk, hogy nem kell templomban sem járnom, mert magam is meg tudom ismerni Istent. Most ezt az érvelést akár alá is támaszthatná a Szentírás, amely szerint Isten a saját képmására teremtett minket. Tehát így mondjuk emberi okoskodás szerint valóban nem okozhatna nehézséget, hogy a teremtőt megismerjük. A katekizmus 36. pontja azt tanítja, hogy az az Anya Szent Egyház valja, hogy Istent mindenek létalapját és célját az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni. Ugyanakkor a 41. pont kijelentő módban azt állítja, Istenről való ismeretünk az korlátozott. Vagyis akkor, sőt, még beszélni sem tudunk igazán, vagy nehéz róla beszélni is. Püspök úr, akkor, akkor mégsem tudjuk teljesen megismerni az észfényében Istent? Hogyan értelmezzük ezt a két ellentmondásosnak tűnő állítást a katekizmusban, és mit válaszolhatunk annak az embernek, aki az előbb idézett módon értelmezi Isten megismerését? Nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Valóban mind a kettő igaz. Tehát az is, hogy megismerhető az ember számára a Teremtő Isten, a létezésünk végső alapja, ahogyan Pálapostól mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát minden dologban az Úristen jelen van. A napban, a holdban, a csillagokban, az emberek szívében, az egész világban a létezés forrása, a Teremtő Isten jelen van. Nem is tudunk úgy létezni, hogy ne lennénk vele kapcsolatban. Tehát minden embernek van arra lehetősége, hogy őt fölismerje. Ahogyan Pálapostól fogalmazza, az örök ereje és Isteni mi volta, a teremtés óta műveiből kikövetkeztethető. Tehát egy jó szándékú ember föl tudja ismerni a teremtő Istent a természetes ész fényénél is. Ennek két legalapvető útja van, talán sokak számára kantnak a híres filozófusnak a mondat, hogy két dolog van, ami ámulatba ejt, a csillagoség fölöttem és az isteni törvény bennem. Vagy az erkölcsi törvény bennem. Az egyik út a csillagos ég, vagyis rácsodálkozni a világnak a szépségére, rendjére. Az ember tudja, hogy minden dolognak van oka. A csillagászok, a fizikusok egyre világosabban állítják azt, hogy a, az általunk ismert látható, fogható világnak van kezdete. Ez nem öröktől fogva létezik. És nyilvánvaló a gondolkodó ember fölteszi a kérdést, hogy honnan? Honnan termett 13,7 milliárd évvel ezelőtt az a rengeteg energia ott azon a ponton, ahol elindul az univerzumnak a, a keletkezése létrejötte? Mi az, ami lehetővé tette, hogy, hogy ez a hatalmas, nagy energiaszétáradás elinduljon? Mi szabott neki törvényt? Honnan van az élet? Az életnek a definíciója egyes tudósok szerint az anti-entrópia. Az élettelen anyag egyik alaptörvénye az entrópia, az energiaállapotok kiegyenlítődése. Az élet pontosan ez ellen dolgozik. Tehát nem levezethető a, az élet az élettelemből. Ez egy minőségi többlet. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Ez tehát az egyik út, ami vezeti az embert az Istenhez, hogy rácsodálkozik a világra, a világ szépségére, rendjére, egyáltalán a létére a világ mindenségnek A másik alapút a, az erkölcsi törvény bennem, vagyis ahogyan megtapasztalja az ember a saját létét. Főleg akkor, hogyha az ember rosszat tesz, akkor kérlelhetetlenül megjelenik bennünk egy hang, ami ezt jelzi, egy, egy furdalás, egy kellemetlen érzés. Ezt teljesen elhallgattatni nem tudjuk. Tompítani lehet, de teljesen elnémítani nem, mert ez a hang nem teljesen a mi részünk, nincs fölötte teljesen hatalmunk. Az ember a lelke mélyén érzi, tudja azt az objektív, gyönyörű rendet, amit Isten beleültetett a világba, és ebben a tükörben e, látja, értékeli a maga életét. Pálapostól is mondja, hogy az Isteni törvény a pogánynak is a szívébe van írva. Tudja, hogy mit kell tennie. Vagyis az ember... Tapasztalja, érzékeli, megsejti az Istent. Ugyanakkor az is igaz, hogy Isten egy más létszinten van, mint mi, teljes mértékben az ő titkát nem tudjuk föltárni. Az embert a végessége is, még inkább a bűne akadályozza abban, hogy tisztán, teljes módon a teremtő Istent fölismerje, hogy a Teológiánk fogalmaz, értelmünk elhomályosult. Akaratunk rosszra hajló lett, tehát a bűn megsebezte az embernek a, a megismerő képességét is, az akarati képességeit is. Hadd mondjak erre nagyon világos és közismert példákat. Annak ellenére, hogy a legtöbb vallásnak a gyökerében valahogy ott van az a fölismerés, hogy Isten gyökerében egy és ő atya és teremtő. Ezt rengeteg afrikai törzsnek a legendája, és nagyon sok egyszerű vallás hordozza. Mégis sajnos a vallásba belekerül az emberi gyöngeség is, a sok isten az olimposzi isteneknek a különleges mitoszai legendája, ahova az emberi szeszélyeket, meg rossz indulatot is beviszi a régi mitológia, szinte rávetítik az Istenre az emberi világ tökéletlenségét vagy a legtöbb népnél nagyon evidens, hogy a házasság lényege szerint egy férfi és egy nő életre szóló szeretett szövetség. A, az emberiség ősi létformája ez. Ennek ellenére elég sok helyen megjelent, főként a amikor egyes törzsek úgy gazdagabbak lettek, másokat is meghódítottak, sok volt a háború, sok férfi odaveszett a háborúban, megjelenik például a több nehézség, vállás, illetőleg a házasság eszményének sokfajta más elhomályosulása is. Tehát sajnos a bűn megsebzi az emberi világot, és emiatt az Isten titkát nem látjuk ö, tökéletesen és teljes módon. De még ha bűn nem is lenne, akkor sem tudnánk az Úr Istent a maga teljes valóságában fölismerni. Fölöttünk áll, egy más létszinten van, mint mi. Az ember a maga erejéből ő hozzá nem tud fölemelkedni. Csak akkor, ha az Isten lejön a mi létszintünkre, a térbe, az időbe, a látható, múlandó világba, akkor tudjuk őt e, emberként a magunk véges e, befogadó képességével fölfogni. Ez az alapválasz annak, aki azt gondolja, hogy én magamtól is megismerem őt. Az Úristen fölöttünk van, nem tudjuk őt, a magunk korlátolt és nagyon gyenge véges fölfogó képességével nem tudjuk őt soha befogadni, csak ha ő közeledik hozzánk, ami létszintünkre létszint, lejön, akkor tudjuk őt a maga valóságában megismerni. És ehhez kell az egyház közreműködése, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy Arisztotelész jóval Jézus előtt is nagyon távol a zsidó kultúrától jutott el valahol gondolkodást, tehát az értelem fényében Istenhez, akkor mit tudnánk erre mondani? Mag, tehát Isten léte és az ő ereje, hatalma, szépsége, igazsága fölismerhető a természetes ész fényénél is. Vagyis minden jó akaratú ember el tud jutni az Isten alapvető megismeréséig. Az Isten mélyebb titkait, a Szent Háromság titkát, megtestesülést, a kegyelmi jelenlétét Krisztusban, az egyházban, szentségekben, ezt nyilvánvalóan nem. Tehát az Isten személyéből fakadó, önközlés, kinyilatkoztatás, amely ilyen keresztül ez az ajándék a részünké lehet, ahogy Isten személyesen közeledik a világ felé. Van tehát egy olyan természet fölötti titok, amit az ember a maga erejéből nem tud ö, fölismerni, de van az Isten létének egy olyan ö, dimenziója, szegmense, amit az ember meg tud sejteni a természetes ész fényénél is. Egyébként az ön érdekes, hogy a, a kettő mennyire át is járja egymást és hat egymásra. Nagyon sok olyan tudós van, aki elmondja, hogy a, a legnagyobb tudományos felfedezéseit nem is annyira töprengéssel, meg ö, számolással ért el, hanem ilyen meditatív állapotokban. Nagyon gyakran bibliai képek, vagy a hitéből eredő ö, intuíciók segítették a, a legnagyobb csillagászokat, fizikusokat az életük legnagyobb fölismeréseig. Tehát a két valóság, a természet fölötti és a természetes, bár meg is különböztethető, és elmondhatjuk, hogy mi az, ami a természetes ész fényénél meg, meglátható az Istenből, és mi az, ami nem, de valamennyire hatnak is egymásra. És igen, gyakran a természet fölöttiből áradó fény, az segít abban, hogy a természetes értelmünket is pontosabban, helyesebben használjuk. A hitünk szerint a Szent Háromság egy is oszthatatlan létező. Érdekes, hogy csak a teremtőt tudjuk mi a természetes fényénél, fölismerni, megismerni, vagy esetleg Jézust és a szent lelket is megismerhetjük, mondjuk a teremtett világból következtetve valamilyen módon. Hiszen hogyha egy a Szent Háromság, akkor valahogy ez összetartozó lenne, az én emberi okoskodásom szerint legalábbis. Egy kicsit már próbáltam erre utalni, tehát van egy része az Isten titkának, amely fölismerhető a természetes ész fényénél. Ezt Pálapostól nyomán így szoktuk fogalmazni, az Isten léte, és az ő mi volta, tehát az örök ereje, hatalma, igazságossága, szépsége, jósága. Ez megismerhető, a természetes ész fényénél is. Vannak azonban szoros értelemben vett hittitkok, amik csak a kinyilatkoztatás által ismerhetők meg, vagyis azáltal, hogy Isten személyesen belép az ember történelmébe és feltárja önmagát. Ahogyan egy emberi szeméről is a legmélyebb titkokat, a lényének a, a legmélyét, érzéseit, vágyait, akaratát, fájdalmait akkor ismerhetjük meg, ha ő megszólal, ha föltárja, ha levelet ír nekünk, ha mélyebb kapcsolatba kerülünk vele, a lényének a mélyét csak akkor ismerjük meg. Ha csak kívülről látjuk azt, ahogyan az utcán megy, vagy a munkáját végzi, vagy fényképekről ismerjük, a szívének a legmélyét akkor nem tudjuk megközelíteni. Az Úristen is valahogy hasonló hasonlóképpen van, tehát a legmélyebb titkokat, mint a Szent Háromság, a megtestesülés, és mindaz, ami ebből fakadt, tehát hogy Isten kegyelmi móda jelen van a világban, Krisztus által, az egyház által, vagyis Isten népében és a szentségekben, ezt csak a kegyelem által ismerhetjük meg. Hadd tegyem azért hozzá, hogy ahogy az előbb mondtam, a két dimenzió között van kapcsolat is. És éppen ezért az ember megsejtette ezeket a nagy titkokat is. Tehát a Szent Háromság titkáról is vannak sejtései az emberiségnek. Gondolhatunk akár a hindú vallásnak a hármasságára, amit Trimurtinak is hívnak, hármasságnak. Brahman, Vishnu és Shiva istenségnek a hármassága. Egyiptomban Isis, Osiris és Horus, vagy Amun, Ré és Ptá. Mezopotámiában Ánú az égistene, Enlil a földé, Ea a vízé. Tehát voltak erről is sejtései az embernek. Egyáltalán arról, hogy ha az Isten szeretet, ha ő örök jóság, akkor valami fajta szeretet kapcsolat kell, hogy legyen benne. Nem lehet magányos. Ezt logikailag is az ember belátja. Tehát egyedül lennie az Úristennek az örökké valóságban, az nem lehetett volna egy boldog, szeretetteli lét. Vagy akár a megtestesülés, tehát hogy Isten közénk jön ebben a látható, fogható világban, testetölt megnyilatkozik, ez is megjelenik egyik másik vallásban. A hindu vallásban például úgy hívják ezt, hogy avatár, leszállás Vishnu istenségnek több formában való ilyen megjelenését ismeri a hindu vallás. Vagyis nem élesen válik szét ez a két szint, hanem vannak olyan dolgok, amiket az ember megsejt a természet fölötti hittitkokból is. Isten talán azért tudjuk megismerni, mert ahogy a Biblia fogalmaz, hogy a saját képmására teremtett bennünket, de hogyha ezen egy kicsit elgondolkodunk, akkor okkal merülhet föl bennünk az, hogy Hát a bűnös és a halandó testben élő ember azért sokkal tökéletlenebb, mint mondjuk az angyalok, akik először is szellemi lények, tehát pusztán szellemi lények, Isten ismeretében nálunk sokkal magasabb rendű értelemmel bírnak, és ugyanakkor hozzánk hasonlóan azért rendelkeznek szabad akarattal is, ami a létünknek egyfajta nagy-nagy kiteljesedését jelenti. Hát Büsbeg nem lehetne akkor inkább, és ez szintén csak emberi logika alapján, őket Isten képmására teremtetnek mondani? Először hadd mondjak néhány szót erről, hogy mit is jelent ez, hogy az ember Isten képe. Az ókorban nagyon gyakran használták ezt a kifejezést, hogy az Isten képe, főleg az uralkodókra. Például azt mondták a babiloni királyra, hogy ő Marduk képmása, Marduk Istennek a földi ö, megjelenítője és képe. De Egyiptomban is nagyon gyakran mondták ezt a fáraóra, hogy az istenség képmása itt a földön. Azt értették ez alatt, hogy ahogyan az Isten a mennyben minden dolog fölött van, a mennyei trónuson ül, és mindenek őt szolgálják. Éppen így a földön a fáraó vagy a király minden fölött trónol, tehát ő olyan, mint a földi Isten. Az Isten képe megjelenítője itt a földön. És a bibliai szerző, amikor gondolkodik erről, hogy hogyan írja le az ember teremtését, akkor ezt a, a jól ismert fogalmat használja. Tehát innen veszi a kifejezést a bibliai szerző, a királyokat ö, megnevező ö, jelzőből, vagy, vagy kifejezésből, hogy ő az Isten képe. Nem véletlen, hogy a Biblia rögtön így folytatja, hogy a saját képmására teremtette őt, hogy ők uralkodjanak a tenger halain és az égmadarain. Vagyis az alapkép, amikor a Biblia erről beszél, hogy az Isten képe, az uralkodás. Az, hogy az ember minden dolog fölött áll, arra teremtette őt az Isten, hogy legyen ennek a földi világnak, az állatoknak és mindennek a szelít, pásztora és vezére. Ilyen értelemben a földön a legnemesebb, legfontosabb teremtmény az ember. Bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy egyetemesen nézve az angyalok azok nemesebbek a természetüknél fogva, nincs ez a véges, múlandó, gyarló testük, ami az ember földi létének a része. A Biblia maga is mondja, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. Tehát nyilvánvalóan így értelmezi a Biblia a létezőknek a rendjét, hogy az angyalok fölötte állnak az embernek méltóságukban. Mégis fontos azon elgondolkodnunk, hogy az Úristen az nem angyalá lett, hanem emberré lett. Ahogy a mondja is ezt a zsidókhoz írt levél, hogy nem az angyalokat karolta föl, hanem Ábrahám fiait karolta föl. Nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Miért van ez így? Nyilván ez egy olyan hittitok, illetőleg a teológiának egy olyan területe, amelyről túlságosan sok tudásunk nincsen, kicsit meghaladja a, az emberi értelemnek és egyáltalán a kínlatkoztatott igazságoknak a körét. De talán az is mögötte van, hogy az angyali létezőknek, mivel nincsen ilyen térben, időben ö, létező teste, és ilyen értelemben élete sincs, tehát nincs egy egy döntések sorozatából térben-időben zajló eseménysor, amelyben ő a létét kibontja, hanem az angyalok, mint szellemi lények, egyetlen döntésben ö, valósították meg önmagukat, a lényegüket, vagy az Isten mellett, vagy őtőle elzárkozva. Ezért az a fajta megváltói mű, ami az emberrel szemben történik, az nem, nem elképzelhető az angyalok esetében sem, vagy angyalok esetében, vagyis az a megváltói mű, hogy az Úristen lejön az emberi, a, a változó, múlandó világba, fölkínálja a szeretetét, kiárasztja a kereszten az egész világra a szeretet forrását, és lehetőséget ad arra, hogy az emberek döntsenek emellett, ezt befogadják. Ez a megváltói műnek a lényege. Ennek a megajándékozottja az ember. És ilyen értelemben bár természetünk az tökéletlenebb, mint az angyaloké, mégis egy olyan méltóságot birtokol az ember, ami viszont az angyaloknak nincs. Mégpedig, hogy az Isten emberré lett és nem angyalá. Tehát érdekes módon, valamilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy az Úristen számára a legközelebbi teremtménye, akit leginkább magához emelt, és magához ölelt, az az ember. Isten megismerésében, és most ezen gondolkodom, hogy ami véges értelmünk szabkorlátot, vagy pedig inkább a bűnbeesés. Hát gondolok arra, hogy az első ember a teremtés után esetleg sokkal jobban ismerte Istent, mint ahogy mi a bűnbeesés után? Mind a kettő korlátot szab, tehát a végességünk is, és a bűnünk is. De nyilvánvaló, hogy a bűn előtt, akkor még ez a bűn általi korlát nem volt, csak a végességből fakadó. Sokkal tisztábban ismerte az ember az Istent. Érdekes ez megfigyelni a, az emberiség történetében is. Nagyon sok ilyen e, nyilván félig-meddig tapogatódzó kutatás van, ami próbálja figyelni a az ős embereknek a, a vallási világát társadalmát. Nagyon sok esetben azt mutatják ki, hogy, hogy van egyfajta bűnbeesése hosszú távon is az emberiségnek. Tehát sok esetben nagyon tiszta fogalmaik voltak eredetileg az Istenről, mint atyáról, mint egyetlen teremtőről. És ezek lassan homályosodnak el, ahogy a, a bűnök, a háborúk, a sokféle komplikálódása is az emberi társadalomnak elhomályosította az ember tisztánlátását. A katekizmusnak ugye a 39. pontja az az emberi értelemről beszél, jó néhány ponton keresztül egyébként, és ugye ezt teszi lehetővé Isten megismerését, mint ahogy most megállapítottuk. Ennek alapján viszont elgondolkodható, hogy mondjuk az előbb említett Arisztotelész, vagy a kereszténységből egy Akvinói Szent Tamás, hát sokkal több lehetőséget kapott ebben a megismerésben, mint mondjuk a szerényebb értelmi képességekkel, vagy éppen szellemi sérüléssel született emberek. Mondjuk okoskodhatunk úgy, Puspök úr, hogy őtőlük, vagy ő előttük Isten korlátozza az ön maga megismerését? Ráadásul nem csak az észáltal való megismeréshez, hanem a, a kinyilatkoztatás megértéséhez is szellemi képességek kellenek. Tehát akinek ez nem adatik meg, nagyon nagy hátrányban van, gondolhatjuk így. Az embernek nagyon fontos képessége a szellemi képesség, de nem ez az egyetlen, és nem is ez a legalapvetőbb, Éppen olyan fontos képességünk az, az érzelmeink, az akaratunk, a személyiségünknek a legmélye, ahol születik bennünk a szeretet, a vágyakozás, az álmaink, a döntéseink. Tehát nem csak értelemből áll az ember. És a, a legmélyebb kapcsolataink sem pusztán elvont intellektuális szinten működnek. Ha csak egy, egy nagyon alapvető példát. Akarnánk ehhez mondani, a házasságnak a, a nagyon elemi életközössége is olyan, hogy van ennek egy intellektuális szintje, amikor beszélgetnek, megismerik egymást, közösen egy színdarabot végignéznek, elmondják róla az élményüket, de a, a házastársi egységnek, találkozásnak, egymás megismerésének a, a legmélyebb dimenziói nem itt zajlanak. Amikor két ember szívét elárasztja a szeretet, a harmónia, akkor meg se tudnak szólalni, teljesen elnémulnak. Hát a kapcsolatuk legmélyebb dimenziói nem a szellemiek. Az majd, hogy nem inkább csak egy bevezetés ahhoz a, a mély elemi egységhez, ami két ember között létrejön. Az Úristennel való egységünk hasonló. Tehát ott is nem csak az értelem az, ami szerepet játszik, sőt nem is ez játsza. A főszerepet. Hadd mondjuk egy másik uh, tanásogunk számára ismert uh, tényt, egy szellemi sérült ember, akinek a, az értelmi képességei akadályozva vannak, néha a szívével, érzelmeivel sokkal direktebb és mélyebb módon tud kapcsolódni. Tehát néha pont azáltal, hogy a, az értelemnek a bonyolultsága millió kifejezés módja néha állarca számára nem, nem adatik meg, mint lehetőség. Egy sokkal direktebb módon önmagát, a személyét, az érzéseit adja. Nagyon sok olyan szentünk van, akinek valószínűleg nem voltak túl nagy szellemi képességei. Tehát nem, nem ebben volt ö, különlegesen ö, ragyogó, vagy, vagy nem ebben adott sokat a világnak. Gondolhatunk akár Péter apostolra aki egyszerű halász volt, nem tudott görögül sem. Tehát úgy néz ki, hogy semmilyen idegen nyelvet ő nem tudott jól megtanulni. Márk volt, aki neki fordított, tolmácsolt Rómában. Jézus talán az ilyen egyszerű emberekre is gondolt, amikor azt mondta, hogy ádalak téged, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és föltártad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Szénai Szent Katalin, szintén mindenfajta iskolázottság nélküli A misztikusunk fantasztikus mélységben beszél az Isten titkairól. Az arszi plébános, aki nagyon nehezen tanult, szintén latin nyelvet képtelen volt elsajátítani, Assisi Szent Ferenc. Minden bizonyal nem volt egy túlságosan kiművelt <höhö> szellem, de azt gondolom, és talán mindannyian úgy érezzük, hogy szeretnénk az Istent annyira ismerni mint Péter Apostol, vagy Szent Katalin, vagy Szent Ferenc. Ezzel nem szabad, hogy leértékeljük azokat a személyeket, akiknek nagyon nagy szellemi képességeik voltak. Tehát akinek adatott ilyen képesség, az köteles is használni, és nagyon sokat használ ezzel a világnak. Pál Apostol például egy zseniális szellemi képességű ember, óriási ajándéka a kereszténységnek, hogy ő rögtön az első évtizedekben a legmélyebb hittitkokat a görög kultúra, filozófia nyelvén is megfogalmazza, a megváltástitkát, titkát a szentségekről, amit ő keresztségről, eukarisztiáról írt. Tehát nagyon mélyen alapozza meg az egész kereszténység történelmét, gondolkodását. János Apostol a evangéliumának akár a legelején kezdetben volt az ige, az ige testélet, tehát szintén nagyon mélyre leteszi a kereszténység, a Szent Háromságtan megtestesülés tanításának az alapjait, Szent Ágoston, Akvinói Szent Tamás, tehát rengeteget adtak a kereszténységnek abban, hogy szellemileg is próbáljuk átfogni az Isten titkát. Azon gondolkodom, hogy vajon az egyház tesz-e ilyen értelemben megkülönböztetést ember és ember között, és itt most egy nagyon kisarkított példát mondanék. Gondolok itt arra, hogy a szentségek által, az egyház szentségei által nagyon közel kerülhetünk Istenhez, vagy magunkba fogadhatjuk Istent, ugye. Hogyha én mondjuk most kapnék egy tényleg bocsánat egy agyhártya gyulladást, és ez agyikárosodáshoz vezetne nálam akkor hogy állok én a szentségekkel? Tehát az oltári szentség vételével, gyónással mondjuk, hogyha nem tudom teljesen megítélni például a, a bűnelkövetés saját magamban. Hogyan élhetek én akkor például? Mert végülis az csak, csak a szentségek, amelyek legkézzel foghatóbban minket Krisztus és Istenhez vezetnek. A szentségek vételéhez egy nagyon alapvető, egyszerű képesség, vagy, vagy tudás, vagy <laughs> hozzáállás kell, tehát a minimális elvárása például az eukarisztia vételénél az egyházunknak az, hogy például egy kicsi gyerek tudjon különbséget tenni a természetes kenyér és Krisztus teste között. Tehát fölfogja, hogy az eukarisztián keresztül Isten önmagát adja, őt magát veszem magamhoz. Hadd mondjak erre példát, jártam egy időben, egy középsúlyos fogyatékos ö, napközis ö, otthonba, hittanórát tartani, ami nagyon deris ö, valami volt, ahogy érkeztem. Nagyon sok kiabált az örömtől, hogy hittan rengeteget énekeltünk. És egy-két gyerek volt, aki első áldozáshoz is járult, mert a szülei is nagyon vallásosak voltak, szerették volna. Nagyon egyszerű szellemi képességekkel. Tehát volt olyan gyerek, aki összesen olyan kb. száz szót tudott kimondani. Volt, aki ennél még kevesebbet. És egyik is fiú, emlékszem, hogy készültünk az első áldozására, és gyónt. És próbáltam úgy kérdezgetni, hogy hát mi az, ami rosszat tett, amit sajnál bántott -e esetleg valakit, vagy szüleinek, okozott-e fájdalmat, kisfiú mondta, hogy nem, ő jó volt és hát úgy nehezen ment a, a, gyónás, majd, hogy nem én mondtam ő helyette a, a bűnbánatát, és a végén kicsit olyan bizonytalan is voltam hogy szabad -e ezt a gyereket a szentségekhez vezetni. És amikor a feloldozást megkapta, a gyereknek egy ilyen óriási nagyon békés mosoly ült ki az arcára, szívére tette mind a két kezét, és azt mondta, hogy tiszta, a gyónás lényegét abszolút értette és át is érezte. Van egy másik nagyon szép emlékem, egy nagyon idős nénihez jártam áldoztatni, aki szintén annyira leépült, hogy gyakorlatilag nem tudott beszélni. Köszönni éppen tudott, de a szavakat nem jutottak eszébe. Nagyon kínlódott is, tehát próbálta mondani, nem tudta, szégyellett, dühös is volt emiatt. Tehát nagy szenvedést okozott neki ez a szellemi leépülés. Azonban, amikor a, a legegyszerűbb imákat mondtuk, a mi atyánkat üdvözléget, esetleg most segíts meg Máriát, a néni ezeket tudta. Legjobban az üdvözléget. És azt nagyon nagy örömmel mondta mindig velem. Akkor egészen fölhang, akkor érezte, hogy minden szót tökéletesen tud, és szépen hangosan mondta. És legtöbbször ilyenkor könnyei folytak. Annyira boldog volt, attól is, hogy hogy van valami, amit még ő tud, tud jól mondani. Attól is, hogy érezte, hogy most imádkozunk. Tehát őnála is ez volt a, a nagyon megrendítő élményem, hogy bár szellemileg már nagyon gyenge a néni, az áldozásnak, meg a hitnek, az imának a lényegét teljes mértékben értette és átélte. Ér és most kicsit meghatottam a két történet hallatán, és eszembe jutott, hogy közel egy éve Indiába jártam, ahol, ahol a helybérek mindent meg akartak mutogatni, ami szép és ami csodálatos náluk a, az indiai óceán partjától kezdve a legszebb templomaikat, és a legmélyebben bennem mégis az maradt meg, hogy elvittek egy szerzetes nők által fenntartott szellemi sérült otthonba, ahol a gyerekek súlyos értelmi károsodottak voltak, ahol alig tudtak beszélni, nagyon nehéz volt őket fegyelmezni éppen emiatt is, de akkor, amikor megkérték őket a gondozók, a nővérek, hogy tartsa, énekeljenek nekünk Istenről egy, egy éneket. A gyerekek tényleg abban a pillanatban sorokba rendeződtek, és ilyen sugárzó arccal, de döbbenetesen, megmondom őszintén, nekem folytak a könnyeiből, hogy elkezdtek ők Istenről a maguk nyelvén énekelni. Szót se értettem, de, de, látszott az arcukon, hogy, hogy, ők most igen Istenről énekelnek. Ez tényleg, tényleg gyönyörű. Tehát Isten az észen túl más érzékeken is tud, tud megragadni bennünket, és közeledhetünk ők hozzá az észen felül is. Térjünk vissza a katekizmusra. A 42. pont arra tanít bennünket, és itt most idézem a szöveget, beszédünket meg kell tisztítanunk mindattól, ami korlátolt, képszerű és tökéletlen, nehogy Isten, aki kimondhatatlan, fölfoghatatlan, láthatatlan és elgondolhatatlan, összekeverjük emberi képeinket. A, ez szerint tehát az emberi szavak, szavaink mindig alatta maradnak ö, Isten misztériumáknak. Ebben az esetben azonban fölmerülhet bennem ö, egy, egy nagyon ö, furcsa, de talán kézenfekvő kérdés, hogy, hogy maga Jézus, aki ugye valóságos ember volt, tehát emberként is a bűnt leszámítva rendelkezett minden emberi tulajdonsággal, hát akkor talán hogyan, vagy nem tudta nekünk kinyilatkoztatni, hiszen szavak által történt a kinyilatkoztatása, nem tudta teljesen kinyilatkoztatni nekünk a mennyei atyát? Mert csak emberi szavakat használhatott, ráadásul nem is ő saját maga miatt, hanem mi miattunk, akik nem is tudunk másként gondolkodni, nem tudunk kibújni a bőrünkből. Akkor nem nyilatkoztatta ki teljesen Istent? Valóban az Úristen emberi szavakkal teljesen nem megfogalmazható. Tehát amikor rámondunk bármilyen szót, elnevezzük őt mondjuk így, hogy Gott, vagy Allah, vagy Zeus, vagy, vagy bármilyen más nyelven. Nyilván az Úristenek nincs emberi nyelve, egyik szó sem áll hozzá különlegesen közel. Vagy amikor azt mondom, hogy atya, akkor gondolok egy földi apára, de minden földi apa tökéletlen. Az Úristen ráadásul nem csak atyai, hanem anyai is. Anyai szíve is van. Tehát szétfeszíti ezt a fogalmat, hogy atya. Vagy amikor azt mondom rá, hogy személy. Nyilván teljes má, teljesen más értelemben személy, mint egy ember. Ha már csak arra is gondolunk, hogy ő Szent Háromság. Egyetlen Isten három személyben. És ez nem önellentmondás az Úristenben. Tehát teljesen más módon használható rá ez a szó, hogy személy, mint bármilyen földi ö, személyre. Vagy azt mondom, hogy hatalmas. Gondolok a, a földi hatalomra, uralkodókra, a, az emberi erőre. Az Úristen teljesen más módon hatalmas. Az ő hatalma soha nem erőszak. A keresztben nyilvánul meg az Isten ereje, hogy Pálapostól mondja, Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Tehát minden emberi szó tökéletlen és alkalmatlan arra, hogy a, az Istent a maga valóságában kifejezze. Vagyis ez a korlátja mindig is megvan annak, hogy Istenről emberi módon beszéljünk. Ezzel együtt a Krisztus előtti kinyilatkoztatás és a Jézusban történt kinyilatkoztatás között, tehát a proféták, az embernek a dodogó szavai és a, a Isten szavai között egy gyökeres különbség van. És ezt nagyon fontos világosan látnunk. A Krisztus előtti történetben az Isten ereje nyilvánul meg, ihletése, kegyelme. Krisztusban azonban az ő személye az, amelyik belép, teljes valóságában a történelembe, tehát maga az Isten cselekszik. Jézus Krisztus lényének a szíve, a középpontja, a személye, a második isteni személy. A léte első pillanatától kezdve. Krisztusnak minden mozdulata az Istennek a mozdulata. Minden könnye, minden mosolya az Isten könnye, az Isten mosolya. Annak ellenére, hogy egy emberi természetbe testesül meg az Úristen, az azt jelenti, hogy, hogy, minden végességével együtt, amikor Jézus kérdez például, hogy ki az, aki megérintett engem, mert érez, hogy erő van, erő árad ki belőle, nem azért kérdez, mert ő eljátsza, hogy tudja, de valójában, tehát eljátsza, mintha nem tudná, de valójában tudja, hanem ő valóban nem tudta, mert ember volt, valóságos ember, aki az emberi értelmét és akaratát használta. Krisztusnak volt valóban emberi akarata, ami nem volt teljesen azonos az Isten akaratával. De bocsánat, hogy közben válok, ugyanakkor ez a történet, ez az előbb említett jelenet, ez arra is bizonyítik, hogy, hogy Jézus Kézus nem csak a szavaival nyilvánította ki nekünk Isten, hiszen ez, a, ez az asszony az érintés révén szó nélkül, és az érintésből megérezte, hogy, hogy, ugye, hogy erő ki, Jézus érzi, hogy erő ki belőle, és ezt az asszony is érzi a gyógyulását. Tehát itt valami jóval több történt, valami magasabb rendű, mint hogy puszta emberi szavak közvetítsék Istent. Abszolút így van. A legnagyobb kinyilatkoztatás maga a megtestesülés, az ige a testélet, tehát a létével adta át az igét, az örömhírt, nem elsősorban a szavaival. A legnagyobb üzenetet, a legfőbb prédikációt Jézus a vérével mondja el a kereszten, meg a föltámadásával. Tehát abszolút nem a szavai csak a kinyilatkoztatás, hanem az egész lénye, meg főként az életének az odaadása. Jézusnak tehát van emberi akarata, például a Gecemáni kertben, látjuk azt, hogy a két akarat szinte küzdködik egymással, hogy a, mennyire, hogy egyek legyenek, vagy Jézus elfogadja a, a mennyei atya akaratát, azt mondja, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Azonban Jézusban az emberi rész, az emberi értelme akarata teljesen egybe ö, fonódik az Istenivel. Teljesen egyé válik vele. Szabadon szeretetből önként, tehát semmifajta ö, külső korlát vagy kényszer nem ö, kényszeríti erre Jézust, hanem szabadon önként egészen egy az atyával, vagyis benne személyesen maga az Isten jelenik meg egy emberi természetben, ilyen értelemben Jézusnak a szavai tettei minőségileg fölülmúlnak, minden addigi kinyilatkoztatást. A formája, ahogy Jézus mondja, tehát a hasonlatok, szimbólumok, azok nyilván végesek. De annyiban, hogy ezt maga az élőisten személye mondja, teszi, cselekszi, fölülmúl minden addigi emberi kinyilatkoztatást, ebben az értelemben teljesen tökéletes. Csak egy nagyon rövid kérdés még a műsorunk végén, amit nem akarom, hogy magamban, magamban, tartani, nem akarok. Miek azok a tulajdonságok, vonatkozások, vagy akár misztériumok, amikről biztosan tudjuk, hogy nem ismerhetjük meg Istenből az értelmünknek a korlátai miatt, vagy egyáltalán tudunk ilyenről? Tudhatunk? Egy kicsit már utaltunk erre, tehát természetes és természet fölötti. A természetes észnél Isten léte és mi volt a lényege, az, ami megismerhető. A csak a kegyelem által ismerhető meg a Szent Háromság és az Istennek a személyes világba való belépése, a megtestesülés, a megváltástitka, titka, az egyházban való jelenléte, tehát, tehát hogy a történelemben közöttünk maradt, a szentségekben cselekszik, ami az Istenben lényege szerint transzcendens, meghalad minket, az, az, nem megismerhető. Ami immanens, ami ebben a teremtett világban, mint a létforrása jelen van, az megismerhető. És a kettő nincs teljesen élesen szétválasztva, tehát valamilyen értelemben hatnak is egymásra, megvilágítják egymást. Ilyen értelemben a, a természetes ész fényénél is az ember megsejt természet fölötti dimenziókat is az Istenből. Hát, közös hallgatunk, akkor nyugodtan lehet gondolkodni, hiszen azért a sejtésnek a lehetősége nekünk is megvan adva. Ez volt a hit kapujának a mely műsora. Remélem sikerült együtt gondolkodnunk hitünknek a kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak bennünket ugyanebben az időben. Búcsúznak önöktől a szerkesztők, műsorvezetők, Széke János Püspökatya és Kindelman Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre kiemen!